Sziasztok, Lacika vagyok, és a mai videóban szeretném nektek bemutatni Németországban a Wechsel Brückét, avagy a forgós zsámolyos pótkocsit szerelvényt. Elmegyünk, kettő konténert felveszünk kollégámmal, Norbival. Itt annyit gyorsan elmondok, hogy az az érdekessége, hogy egyszer itt csuklik, illetve ott csuklik, és eléggé pörgős munka, úgyhogy haladunk ezzel a gyönyörűséggel. No. Szóval mai kalózunk Norbi lesz, és gyorsan megnézzük, hogy mennyi idő, avagy hogyan lehet felvenni ezeket a konténereket. Egyébként elég jó pénzt lehet vele keresni, illetve nagyon keresik ezeket a sofőröket, főleg ADR papírral. Az a lényege, hogy ezek az autók éjjel-nappal mennek, tehát két sofőr van egy ilyen autón, 12 órában nyomják, egyszer egyik héten éjszakázó, másik héten nappal. Általában minden hétvégéd szabad. Így ugyancsak meg tudod keresni a 2000 euró nettót, tehát jól hangzik. Plusz Ausztriában is igencsak keresik ezeket a sofőröket belföldre, avagy ritkábban nemzetközibe. Szombaton, ahogy a következő videóban én be fogom mutatni, hogy én, mint kezdő, hogyan, vagy jobban a tapasztalt sofőr, ráülök egy ilyenre, hogyan tudok vele tolatni, hogy mennyire nehéz, mert én úgy gondolom, hogy nehéz. Norbi, te mióta csinálod ezt? Én 4 hónapja csinálom. 4 hónapja? Én tanultam ezt, tehát én például ráéreztem, 2 hét alatt ráéreztem a dolgokra. 2 hét, az azt jelenti, napi mondjuk mennyi konténered volt? Mennyi cseréd volt? Max 2. Maximum 2. Aha. Jó, tehát 2 hónap. Jó. Hát mert itt a telephelyen igazából nálunk is úgy van, hogy hétvégén igazából aki kijön és ráteszik, igazából itt beledobták az embereket. Tehát nem nagyon volt sok esetben választási lehetőségük, tehát elkezdték, de mint mindenki igazából csinálja. És neked egyébként tetszik ez a... Jobb, mint a nyerges, vagy? Nem mondhatnám jobb, mint a nyerges, de elég. De viszont a munkabeosztás miatt meg jó. Még ilyet nem csináltam, szóval még az újdonság. Hétvégén még egyelőre eléggé tetszik. Ezt megyünk be a papírokért. Hát nem tudom, hogy engem kamerával be fognak engedni, mert közben nem tudom leállítani. Sajnos stoppológom nincs, de akkor megnézzünk egy ilyen irodai jelentkezést. Szerencsére én se vettem le a mellénytől kezdve semmit. Mert sok helyre nem igazán szeretik, hogyha becommog az ember. Hozzátenném egyébként, most a Schaffelein logisztikánál vagyunk itt Rötlányban, és ez is keres ugyancsak erre a napizósra, ilyen Wechsel Brückére, tehát forgós zsámolyra sofőröket, úgyhogy lehet jönni jelentkezni. Tudtam, ma 1800-1900 eurót megadja nettóba. Próbálok úgy fordulni, azért ne nagyon lássák a kamerát, mert ott ki van téve, hogy valami. Tehát akarjuk. Tehát minden készen van. Megyünk az irodába. Papírok itt többnyire pörgősen vannak. Ki kell választani, még az ő papírja. Rajta van ilyenkor a konténerszám? Ilyenkor rajta van a konténerszám. Ezt kell megkeresni. Uh-huh. Általában 2 különböző helyen? Ezt a Heilbronnba viszük le, ahol ott fogja venni egy másik, aztán viszi a francia, de majd a másik. Oké. Okay. Lényegében ennyi volt az iroda, ez így eléggé pörgős a dolog. Be kell csengetni majd, vagy? Igen, be kell csengetni. Itt nincs az, mint a postánál, hogy időre? Tehát itt azért el lehet bóckodni az időt, vagy? Itt el lehet. A postánál például egy ilyen 2 brükke felvételő 20 perccel megadna. Szóval 20 perc alatt fel kéne venni mind a kettőt. De oda nem dobnak bele kezdőként, hogy oda is betesznek egyből? Tehát... Én ott kezdtem. Ott kezdtél. Aha. És nem volt vele probléma úgy? Mennyivel hosszabb körülbelül a
A szerelvény mennyivel hosszabb? Tehát mellettünk áll egy nyerges. Hát jó volt több az, inkább 2,5-le. Aha. Meg ebben is van tandemes megoldás, de most az a... Igen, látjátok, hogy eléggé össze van törgelve az autó, nos igen, hát mivel sokan kezdenek rajta, illetve azt is látjátok, hogy az autó nem nagyon van takarítva, tehát ez nem Norbinak a hibája, ezek igazából ilyen gazdátlan autók, dolgozik vele mindenki, hogy éjjel-nappal megy, tehát ebben nem lakik senki, ez ilyen napizós autó. Szóval az autók azért vannak az a törben, mert ugye ahogy Norbi is kezdte, gondolom azért ő is neki ment egy-két pár dolognak. Hónap alatt 3 lámpát is törtem. 3 lámpa, tehát... De itt igazából ezért nem szólnak, tehát ez egyszerűen belefér. Az érdekessége, hogy viszont nagyon könnyen befordul. És jó, mennyi utána a fogót is, nem úgy minden. Tehát teljesen máshogy fordul, mint a nyerges. És mutatom nektek nagyjából, hogy ilyen szépen fordul. És most kipróbálod, vagy egyelőre még csak mostan nézni fogod? Nem, csak én csak nézem. Isten mi is. Hello Gerhard, Hebron. Nagyon még egyébként nyelvtudásra kell ehhez a részhez. Mert megadják nagyjából, mit kell csinálni, majd mint egy szalagmunka. Rakodni egyébként neked kell igazából, hogy mindig csak lerakod, ledobod és semmi. Tehát akkor... Semmit nem kell, csak felveszed és lerakod. Aha. Tehát nem kell vele foglalkozni. Itt csinálsz, hogy rakod, menni a lámpára, rakod, a lámpára. Hanyas számot keres? 210-464, az ott van. Érdekesség, hogy először egyébként felvesszük az elsőt, majd... Persze fel is veszük erre. Oké. Majd azután le kell tenni a pótkocsit, és felvenni az elsőt. Szóval most, ha megfordulunk, hogy a saját oldalról tudjak rátolatni. Lámpabúra egyébként mitől töltesz? Összeért a kettő, vagy neki mentél így ennek a lábnak? Hát, lehet, hogy a lábnak is neki mentem, vagy ilyesmi. Azt mondta egyébként Norbi, hogy nem borul el a konténer, tehát hogyha neki mész. Én kiszállok addig, jó? Hogy onnan vegyem akkor a dolgokat. Hogy hogyan is megy ez alá. Na tehát! Itt jól látszik már, hogy csuklik jobbra-balra a dolog. Elengedjük a másik kollégát. Egyébként Szlovákiából érkeztek a srácok, úgyhogy a nyelv ezért egy kicsit másképpen, de ugye nagyon szépen beszélik. Na akkor nézzük ezt, hogy ugye nem lehet vele igazából ugye egyenesen tolni, tehát kicsit ilyen kacsázó, kígyózó mozgást kell vele csinálni, még teljesen egyenesben is. Érdekes, és látjátok, oda kell betenni, próbálom azért úgy, hogy jó látszó, hogy mennyire szűken kell betenni a dolgokat. Neki most egyébként kicsit kijebb van emelve. Hallottam olyanról, hogy neki tolattak valahogy itt ennek a lábnak, leütötték és kidurrant a gumi. Szóval nem egy egyszerű, én bevallom, én még nem láttam, csak hallottam róla, és tényleg például most tudok egy munkahelyet Grácsba 1800 euróért, azért mennyivel közelebb van Magyarországhoz, kell ADR papír, napizós, tehát minden este lakásban tudsz aludni, és haza tudnék járni mondjuk minden hétvégén, ugye én nyíregyházi vagyok egyébként. Tehát ehhez kell mérni itt a középső részéhez, hogy ezek a görgők itt legyenek nagyjából, igaz? Igen, aha, tehát az megvezeti. De igazából, hogyha most belementél, akkor onnantól kezdve már tolja magát végig. Akkor csak az a nehéz betenni, azt az elsőt? Aha. És akkor eddig ütközésig kell menni, igaz?
Aha, ez nem tud felborulni, ez így? Oké. Hát ez így még annyira nem is tűnik, akkor veszélyesnek. Mondjuk azért jó, most azért oda betenni, nagyjából nem is tudom mennyi van ott centire lényegében, be kell varázsolni. Itt most van hely, azt tegyük hozzá. Vannak-e több baromi szűk helyek? Hát, centi. Hát nem tudom. Igazából más ezt nézni, tudjátok, meg más vezetni. A kerekeket nézzétek, mennyivel megy el. Ez a semmi probléma, most vezeti meg a görgő. Tehát itt még van is hely neki. Jó. Eddig nem tűnik veszélyesnek, és tehát ahogy mondta, nem kell rakodni. Persze vannak cégek, nem mondom, ahol nem kell. Itt jelen esetben ennél melónál fel kell venni, este el kell vinni A-ból B-be. Ahogy cserélsz, jössz vissza, kész, mész haza. Ő is minden nap lakásban alszik. Úgyhogy nézzük tovább. Kicsit ez egy hosszabb felvétel lesz, de hát se baj. Érdekességképpen nem rossz, és tipnek se rossz, hiszen kezdőknek egyébként még annyiból jó, hogy nem szokja meg a nyerges, mint mondjuk én. És... hozzá megyünk az elejét. Ha? Cuppanunk. Van rajta két szintező. És akkor külön tudod az elejét is hátulját is szintezni? Aha. Nem tűnt egyébként nehéznek. Így. Ezekkel rögzíti. És gondolom a konténer is nagyjából, vagy lehet, hogy ugyanígy működik, nem tudom. De mindig csak azt látom, hogy leemelik. De gyanítom valami ilyesmivel. Jó, mindjárt becsattan. Mégis így egyszerű is, mert ugye nem kell sehol se vinni. Itt most itt is hagyhatja alatt a... Hát ez elég gyorsan, mert nem néztem az időt, mennyi időt lökte alá, de... Ez így fasza. Megnézzük akkor a lábakat, jó? Azzal szokott még probléma lenni, most ezek újabb konténerek. Egyébként azt szokták szidni, azért jó, hogyha van nálad egy gumikalapács. Lábakkal mennyire szokott probléma lenni? Tehát a felhajtam, hallottam azt, hogy nehéz, nem úgy megy, be van rozsdálva. Vannak, amelyek túl használtak. Aha. Nem jó biztosított be, kieshet. Egyszer megtörtént, hogy menet közben kiesett a lap. Az igen. De végül is akkor nincsen úgy semmi, nem? Csak nem ér le a földre mellett közben, vagy leér? Leér? De hát végül is azonnal hallod, hogy annak azért elég nagy hangja van. Hallod, igen. Megjegyeztem neked, hogy ha nem engedtem volna le, akkor ezt a munkát most megspóroltam volna. Aha. Nincs is még pontosan még rájuk, amit még előtre megyünk. Aha. Igen, mert akkor ezzel most így körbejárni ugye, mert ki volt neki engedve, tehát ezzel most még körbejárni, majdnem, hogy több idő lassan elmegy akkor így, mint az alátolással. Hát a rutin az igazából teszi a dolgokat. Annyit még ezeknél a pótoknál, nekem ami unszimpatikus benne, hogy mozog, de nem úgy, mint a nyerges, hogy megy utánad, aztán kész, hanem úgy jobbra-balra megy az úton. Más az egész, fel tud borulni oldalra. Szerintem mi akartam kérdezni? Ja, meg a súly miatt, tehát itt nagyon-nagyon fontos a súlyelosztás. Mert... Aha. Aha. Most jön a munka. És akkor neked ez miért jött ki egyébként? Ezt elfelejtetted lezárni, vagy? Ezt elfelejtettem lezárni, és az itt szépen. Jó, ja, de ott nem volt az a... Lehet, hogy volt, de vagy az sem volt lezárva, vagy... Aha, jó. Elfordult. Hát, éjszaka az ember el tudja. Most elfordítom. Jó, oldalra.
Ennyi az egész. Ennyi. Biztosítva. Láttam már olyat, hogy felborul valahogy a pótkocsi oldalra, hogy az hogy tud a vastól, vagy az... Mitől borul lesz fel igazából? Nagyon belibegteti a izét a hát, mondjuk nagy rajta a súly hátul. Fel volt dőlve, és az a vas viszont az valahogy úgy áll, nem, de az kicsavarodott a vas neki, vagy nem is tudom. Lehet, hogy egy picit leszállott az útra, hogy valami, akkor igen, hogy megvédelt, hogy valami szóval. Aha. Gyakorinak egyébként az, hogy hátul esetleg rosszul van megrakva, és rossz a súly, vagy azért erre odafigyelnek, hogy... Nem figyelnek oda, aztán ezeknek pedig tőkna az, hogy minél többet lehet időre. Aha. Szóval minél többet az elejébe raknak, minél többet az időre. Most ezt a papírokon egyébként azt látod, hogy mondjuk ebben hány kiló van meg az első, tehát akkor mégis te is tudsz variálni. Hogy véget veszed előre. Aha. Mert itt igazából ennél, tehát ha már felvette, itt már nincs átrakodási lehetőség, ezt megdobták, aztán itt ennyi ilyen helyeken. Hát ez egy hátrány. De hát azért bízom benne, hogy a logisztikásoknak ez a dolga, hogy ezt ők számolják, úgyhogy ezt nekik tudniuk kellene. Nem kellene, ezt tudniuk kell. Itt is mutatom, tehát itt is össze van varva a sárvédők. Hát meglátjuk, tényleg most látjátok, ő azért csinálja egy ideje. Én majd, hogy nekem hogy fog menni, a következő videóban megmutatom. Én szerintem itt a lényegi részét láttátok, a leakasztása lényegében ugyanaz, tehát összesen rúgtam még a kábeleket, a levegőcső rajta van. És leakasztjuk, elmegyünk a másikért, és ennyi. Én azt úgy gondolom nem veszem fel, hiszen azzal szerintem meg végképp könnyebb alátolni. Ennyit szerettem volna nektek ma megmutatni. És akkor a következő, a második részben is tartsál velem, és nézd meg, hogy egy kezdő vexelbrükkés hogyan nyomja mindezt. És tudjátok, továbbra is Facebookon több mint kamionos, avagy honlapom st22-laci.hu. Sziasztok, jó éjszakát!